Köszöntöm a Jászsági térségi tévé nézőit, Jászfényszarai hírmagazinunk májusi adását látják. Összegyűjtöttük az elmúlt hetek fontos városi eseményeiről szóló tudósításainkat. Előjáróban lássunk ezek közül néhányat röviden. Országos terepasztalos stratégiai játékverseny Jászfényszarun. Közel 500 versmondó mérette meg magát a 13. Jászfényvers és prózamondó találkozón. 30 éve város Jászfényszaru, az évforduló jegyében sportos majálist szerveztek. Az amerikai álom a végtelen szabadság szimbólumává nemesült tárgyai a hotródok. Megépítésükhöz elhivatottság, türelem és szenvedély kell. Erről a sajátos világról szólt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében tartott előadás a Petőfi Művelődési Házban. A téma avatott szakértői érkeztek a kisvárosba. Benzingőzés, motorzúgás. Egy klasszikus hotród megépítése igazi szenvedély. Erről győződhettek meg mindazok, akik a napokban a Jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban a Lasz Baronsz képviselőinek előadását meghallgatták, akik egyebek mellett egy 1931-es Ford Roadster újjáépítését is felvállalták. Kaliforniában volt a legerősebb ez az egész irányzat, de egész országban, tehát ott akkor megjöttek a frontról, teszem azt X bevetés után, vagy szétlőtt hajóval, tehát olyan szinten megkeményedve, megerősödve lelkileg, hogy egész egyszerűen ez az egész adrenalin aztán hiányzott nekik. Persze fiatal srácok mit akarnak autózni, és mivel akarnak autózni, valami vagány, gyors, és esetleg a kis pénzéből, amit ugye összeszedett a Zsoldról, az meg tudott magának engedni. Az életérzésről, az autóépítés szépségeiről és nehézségeiről egyaránt hallhattak az érdeklődők. Sokkal egyszerűbb ezt az autót elérni anyagilag, mint ezt az autót elérni, hogy valaha is itt Magyarországon utcára kerüljön. Ez sajnos ez egy komoly probléma, mi már 15 éve ezzel foglalkozunk. Itt szép lassan belőlekszik az ember, de viszont nem nagyon szokták ezt abba hagyni, amikor egyszerűen rákap az ember. A FÉBE tagjaival egy veterán autó találkozón kapcsolatba került hotródépítők a tevékenységhez kötődő sajátos kulturális közegről is beszéltek. És azért ez nem csak a hotrodokról szól valamilyen szinten az öltözködésről, a tetoválásról, a rock'n'rollról, vele együtt a pin-up lányok, tehát ez az egész egy kultúra, ami igazából sok mindennek az alapja. Tehát ugye zeneileg ugye a rock'n'rollból indultunk, a mai klasszikus drag versenyek például mind a hot rodból alakultak ki. Céljuk, hogy hazánkban is egyre többen csatlakozzanak az építők közösségéhez. Ugyanígy átjött Európába is ez a kultúra, nagyon sokan művelik, meglepően sok autó képes a világ egy-egy, Európa egy-egy pontján, azonos időben egy-egy nevesebb versenyen megjelenni. Nekem nagyon fáj, hogy Magyarországon nagyon kevesen vagyunk, így egy kezemen meg tudom számolni, akik ebbe a témába élnek és szeretnének érvényesülni. A szervezőktől megtudhattuk, hogy nem egyedi alkalom volt ez a rendezvény. Az autóépítők, a hotrod készítők vagy épp a veterán autók szerelmeseinek még ebben az évben újabb előadást készítenek elő a településen. Országos terepasztalos stratégiai játékversenyt rendezett a Jászfényszarui Lumina Kornu szerepjátékklub. A harmadik pergőtűzre főként Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról és Budapestről érkeztek a versenyzők, hogy seregeik összecsapjanak a Warhammer 40.000 fantasy világában. Ez nagyjából a Lumina Kornu filozófiája. Hátteret teremteni mindannak a közösségi együttlétnek, amit egy ilyen verseny jelent. A közösségeknek lehetőséget, találkozást, élményt biztosítani. A 18 éves fennállásával felnőtt korba lépő Lumina Kornu Klub új rendezvényszezont kezdett a szerepjáték kultúra világában. A nyitány ismét a pergőtűz terepasztaló stratégia játék volt a Warhammer 40.000 fantasy világában, melyre keresztül kasul az egész országból érkeztek versenyzők, Miskolctól, Debrecenig, Nyíregyházától, Budapestig, akik belekóstolhattak a Lumina Kornu vendégszeretetébe. Alapvetően szerepjátékkal foglalkozó klub vagyunk, de hát ugye vannak kapcsolatok, vannak összefüggések, és van egy nagyon jó barátunk, Balogh Tibor, aki mind a szerepjátékban, mind pedig majd az itt látható játékban otthon van, és ő gyakorlatilag meghívta a barátait, mi megadtunk nekik lehetőséget, helyet,
úgyhogy reméljük, hogy izgalmas lesz ma is, mint mindig. A verseny célja az országos tabella pontszerző helyezései mellett, hogy betekintést adjon a terepasztalos stratégiai játékok itthon még csak pár ezer fős rajongói körben kedvelt világába. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a Wargame hobbit megkonosítsuk itt az országba, illetve egy picikét kivigyük a fényre. Nagy szerencsénkre ebben például olyan jó nevű szerepjátékos csapatok is segítenek, mint a Lumina Cornu, illetve még sorolhatnék másokat is, akiknek szintén az a céljuk, hogy egy picit a wargamereket, a babatologatókat, itt láthatjátok a terepasztalokat, ahol meglett felnőtt férfiak azzal foglalkoznak, hogy festett műanyag figurákat lakosgatnak, rengeteg kockával dobálnak, és állítólag ez baromira élvezik. A harmadik Lumina Cornu országos terepasztalos stratégiai játék verseny 17 asztalú hívta egyéni versenyre hazánk Warhammer 40 000 rajongóit. Gyakorlatilag terepasztalos stratégiai játék verseny történik, előre kidolgozott Warhammer 40 000 Games Workshop szabályrendszerek alapján. Viszonylag sok nevezőnk lett, tehát sikerült most a múltkori túl teljesíteni 150%-kal létszámügyileg, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk, nagyon komplex játék, tehát ez egy 168 oldalas sakk. Itt gyakorlatban a játékban többféle kondíciót kell teljesíteni, legyen az most itt nálunk, itt több objektívát lehet látni az asztalon, ezeket kell megtartani, illetve az ellenféltől ezeket elfoglalni, megszerezni. A megmérettetése 34 fő jelentkezett, akik két napot töltöttek a jelenség kapujának számító településen. 18 éve működik itt egy klub, 18 éve folyamatosan van egy önkormányzat, aki szerepjátékosokat Magyarországon anyagilag támogat. 18 éve van egy művelődési ház, aki nem kilöki magából ezt a közösséget, hanem minden lehetőséget megad ahhoz, hogy mi csinálhassuk ezt. Az LND-jákú YouTube csatorna a Pergőt kiemelt összecsapásait folyamatosan közvetítette. A két versenynapról közel 19 óra hosszúságban nézhetjük meg a megnyitó interjúkat és persze a verseny legfontosabb mozzanatait. Az első helyezettünk Császár Máté 198. A helyszín, a technikai felkészültség, a háttérszervező Lumina Cornu kiszolgálása, a nagy számban összesereglett játékos közösség együtt eredményezte az élménydús két napot. A Lumina Cornu Klub idei első rendezvénye után a gyermeknapi 3+1 kalandpróbák, egy újabb nyári pergőtűz, a nagy közönségnek szóló Sárkánygödör mini fesztivál, ősszel pedig egy csatanap, egy a helyi családoknak tervezett társas játékos nap és egy klasszikus, mágus asztali szerepjáték verseny jelent meg az éves programpalettán. 2023-ban a Lumina Cornu Klub nagy tervekkel folytatja játékos, élményt adó programjait, melyről a Facebook oldalukon megtalálható plakát QR kódjain keresztül kaphatunk részletesebb információt. A Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság megalakulásának 30. évfordulója évében a nagyváradi Tibor Ernő Galéria tagságának Himnusz 200 kiállítását is elhozta Jászfényszarura. A tárlat megnyitóját április 22-én szombaton délután tartották Jászfényszarun a Művelődés Jász földszinti kiállítótermében. A tárlat május végéig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. Hogy a képi megjelenítése érzékenítsük Jászfényszarút város lakói, illetve az itt megforduló vendégeket. Ebben a fél évben mondhatni havonta rukkolt elő közös programmal a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár partnerségben az idén jubiláló Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társasággal. Április 22-én egy a Himnusz két évszázados jubileumára készített tárlatot hívtak és nyitottak meg egy régi kedves partnercsoport prezentálásában. Jászfényszaron is megmutathatjuk azokat az értékteremtő közösségeket, mint például a nagyváradi Tibor Ernő Galéria, akik négi régi partnerünk, a Népfőiskolának kulturális művészeti partnere, sok év óta jöttünk, mentünk egymás programjaira, rendezvényeire, a nagyváradi civil rendezvényekre, a Festum Varadinum rendezvényre, illetve a váradiakat is meghívtuk. Nemzeti fohászunk a Himnusz 200. jubileumán igazán nívós kiállítási anyaggal tért vissza Jászfényszarura a nagyváradi Tibor Ernő Galéria Társasága, akik a Petőfi 200 tárlatukkal tavaly ősszel is megörvendeztették a helyi művészet kedvelőket. A két évtizedes civil történetre visszatekintő kapcsolódásnak köszönhetően így nem is volt kérdés, hogy a Nagyváradi Művésztársaság legújabb alkotásait szintén elhozzák a Népfőiskolai Társaság székhelyére.
himnusz. Nem másról szól, mint arról, hogy egyetlen egy ember visszavonult a saját maga magányába, és imádkozott a népért. Imádkozott azért, hogy az abban a világban, amiben ők éltek, hogy az Isten megsegítse a magyarságot. Soha nem volt a magyarnak könnyű a sorsa. Úgy a múltban, mind a jelenben mindig tele volt kihívásokkal, mindig tele volt olyan problémákkal, amiket nem volt könnyű megoldani. És ezért imádkozott, hogy Isten áld meg a magyart. És ezt az áldást kívánjuk mi átérezni, kívánjuk mi bemutatni. És közben méltó emléket szerettek volna állítani a magányában Istenhez fohászkodó költőnek, az örök értéket alkotó kölcseinek, majd az imát megzenésítő Erkelnek. A kiállítás megnyitó barátságos atmoszféráját egészítette ki Kalásztót Mercedes hegedűjátéka, hogy aztán belemerülhessünk a 17 alkotó 40 alkotása által nyújtott eklektikus összképbe. A 33 éve működő művészcsoport a himnusz történeti kutatása és elemzése után fogott neki a munkának, melyből született a kiállított 40 mű. Festészet szempontjából említhetném az olajfestéket, az akrilt, az akvarelt. Vannak olyan munkák is kiállítva, ahol például két különböző műfaj van egybe ötvözve, a szobrászat és a festészet. Az egyik legújabb tagunknak köszönhetően van olyan tagunk, aki a mozaikban éli meg a saját maga világát. Tehát ő számára például egy eltörött nip, egy eltörött tányér, nem egy kivetendő, nem egy eldobandó tárgy, hanem egy ilyen nyersanyag, amiben ő azt átalakítva, átértelmezve kivitelezi a munkáit. Van, aki realisztikusan alkot, van, aki egészen elmegy egy absztrakt irányba, az anyagoknak a plasztikusságában próbálja meg megfogalmazni az ő mondandóját. Tehát egy nagyon szerte ágazó társaságról van szó, nem egy technika az, ami minket összeköt, hanem maga az alkotni vágyás. A himnusz 200 tárlat május végéig látogatható a Jászfényszarói Művelődési Ház földszinti kiállító termében, az intézmény nyitvatartási idejében. Helyi civil csoportok, diákok, önkéntesek szedték a szemetet Jászfényszarú külés belterületén az idei teszett hulladékgyűjtés felhívására. Az idei kampány április 22-e és 28-a között zajlott. Az Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amelyet idén 11. alkalommal rendeztek meg az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Jászfényszarú Apraja nagyja szedi a szemetet a Teszed Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció keretében már április 21-e óta. Múlt pénteken az ovisok és több száz iskolás gyűjtötte az eldobált hulladékot Jászfényszarú belterületén. Nagyon jó, összekovácsoljuk a csapatot, meg így még jobban, ugye. És még a város tisztaságára. Igen, és a város tisztaságára is tudunk ügyelni. A fenntarthatósági témahéttel együttműködve a kampány eleve ösztönözte az általános és középiskolás diákokat és tanáraikat az illegálisan elhagyott hulladékok gyűjtésére, környezetünk megtisztítására. A témahetes pályázat az akcióhéten részt vett iskolák aktivitását díjazza. A Teszed mással hangzóira rímelve iskolai pályázattal szorgalmazták a tanár-szülő-diák együttműködést, ezzel is formálva a jelen és jövő nemzedék környezettudatos szemléletét. Ezt tették a helyi civil csoportok is. Jászfényszarú 25 frekventált külés belterületi részén zajlott a környezet tisztítása. A Lumina Kornok Klubnak nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, a gyerekeknek való megfelelő példamutatás, ezért gyűltünk ma itt össze, hogy Jászfényszarút szebbé, jobbá, egy kicsit tisztábbá tegyük. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket, és tegyük érdekelté az ebben segítő civileket. Fontos számunkra is, hogy a környezetünket tisztán találjuk. Azért fontos, mert számos rendezvényünk, táborunk erdei környezetben zajlik, és mi is igyekszünk a környezetünket még tisztábban akár itt hagyni a egy-egy rendezvény alkalma után. Gajakat tegyük föl, meg rakjuk is föl rögtön az autóra, és be is visszük. Akkor adom oda a zsákokat mindenkinek. A Teszed Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, melyet az idei évben már 11. alkalommal rendeztek meg az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Jászfényszarún csak a hétvége alatt több mint 10 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Idén is közel 500 versmondó méretette meg magát a 13. Jászfény vers és prózamondó találkozón április 27-én délután a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A rangos verselő találkozó ismét több országos verseny előválogatója is volt.
Részben Kovács András Nyérozika néni a település színjátszó csoportjainak néhai vezetője emlékére lobogott a gyertyaláng a 13. Jászfény vers és prózamondó találkozón Jászfényszaron, amelyet idén is a Városnapja rendezvényeihez és a Petőfi jubileumhoz kapcsolódóan szerveztek meg. A Petőfi 200 program keretében valósul meg ez a mai vers ünnepe. Olyan helyi versünnep ez, amely 1998 óta biztosít pódiumot a verskedvelőknek. A két évtizedes hagyomány alapjai mellett a tavalyi szervezési lendületből jócskán jutott az idei esztendőre is, így még a 2022-es találkozónál is több jelentkező érkezett. Nagyon boldogok vagyunk, hogy 50 felett van, 56 nevező volt pontosan, és ebből több mint 50-en meg is érkeztek a találkozóra, és a Nyírségtől Budapesten át a környék számos településéről jelentkeztek versmondók. Igazából tavaly álmodtunk egy nagyot, és a Petőfi 200 pályázat keretében meg is valósulhatott, hogy minden évben megrendezzük ezt a találkozót. Az arcizmok bemelegítése és egy közös ének után a legkisebbekkel kezdődött a verseny. Szájadat beted, s nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, mi fut rajta át a fejedbe. Egy kis tarkalepke kismese, szájdalaci fejbe. A versmondó találkozóra két versel vagy prózával készültek a jelentkezők. Nagy könnyebbség volt, hogy a zsűri csak egy produkciót kért, amelyek közül sokan Petőfi költeményeit választották. Így szaladt be föl és alá, még a lábbel is közben. Eszébe itt kotkodákol, s nem verik ki a szobából. A rangos verselő találkozó ismét több országos verseny előválogatója volt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a több évtizedes munkásságunk eredményeként bizalmat kaptunk mind a Magyar Versmondók Egyesületétől, mind pedig a versünnep szervezőitől, hogy elődöntőként is szerepelünk, tehát tőlünk tovább lehet jutni a Regősök Húrján országos döntőjére, tovább lehet jutni a versünnep országos gálájára, tovább lehet jutni a Táltos Világmesemondó verseny országos gálájára, ezen kívül a Radnóti gálára, ezen kívül a Latinovics versenyre is meg lehet nyerni a nevezési díjat, ha valaki szépen szerepel nálunk. A gabona szélén letelepedett, és gondolkodni kezdett. Mit csinálja? Mit csinálja? Egyemeljük, vagy dolgozzam. Ó, inkább eszem elő. Ha jól laktam, vígabban megy a dolog. Úgy is volt. A legfiatalabb korosztályokból volt a legtöbb jelentkező, ami reménykeltő a jövőt tekintve. A magasabb korosztályokban kevesebb, de annál színvonalasabb produkciót hallgathatott meg a Magyar Versmondók Egyesülete képviseletében érkezett Weigmann Alfred vezette zsűri, hogy aztán számos különleges díjat oszthasson ki a verselőmezőny legjobbjainak, akiket ösztönöztek a folytatásra. A találkozó igazán üdítő pillanata volt, amikor a zsűri értékelése közben egy fergeteges minikoncertet adott a Kávészünet zenekar, aki a legismertebb klasszikus és kortárs költők műveit, valamint saját szövegű versátiratokat szólaltattak meg modern, dinamikus hangzással. 30 éve város Jászfényszaru, az évforduló tiszteletére a város központjában sportos majális szerveztek. Az évfordulón májusfaállítás, kerékpáros teljesítménytúra, motoros felvonulás, szkanderverseny, családi és gyermekprogramok egész sora várta a település lakóit és a városba érkezőket. Figyelni. 30 éve avatták várossá Jászfényszarut, a jubileum tiszteletére először állítottak májusfát a város központjában a városnapján. Nagy várakozással érkeztem, és hál' Istennek tényleg gyönyörű az idő, mint ahogyan a háttérben hallatszik is. Még az Jóisten is lemosolygott az égből most ránk. Mindenféle réteget próbál megszólítani ilyenkor a önkormányzat, nyilván a civil szervezetei, művelődési ház, sportolók, nagyon vonzó programok vannak, és én úgy látom, hogy nagyon élvezi a város lakossága, és ilyenkor lehet látni, hogy nem véletlenül vannak ilyen gyönyörű közterületeink. Itt van mellettem a májfa, amit a gyerekek csináltak. Mindegyiken rajta a Jászfényszarui címer. És most, hogy 30 éves a város, szinte az egész év ennek a jegyében zajlik, nagyon érdekes volt, és még számomra is meglepetés volt, hogy az óvodába kiállítást csináltak. Lefényképezték a kulcsot, mindenféle városra utaló szép dolgot kiállítottak,
Tehát ez a fajta lokálpatriotizmus, Jászfényszaron iránti tisztelet, szeretet már az egész pici korban meglátszott. Ma, hogy a Pető Ádám emlékfutamnak a megnyitója volt, láttam, hogy egész pici gyerekeket fognak a szülők, gyönyörű környezetben a Leáltótól, nem túlságosan messzi van ugye a crosspályánk. Most úgy látom, hogy még a biciklisek is hatalmas létszámban fognak elindulni. Bringa parkot ki tudjuk használni, illetve bemutatók lesznek. Én úgy látom, hogy egész nap gyönyörű programok várják itt az embereket, és ez nagy örömet jelent. Egy polgármester annál jobban semminek nem örülhet, mint ha örül a népe, ahol él. Miért a sportprogramokra helyezték a hangsúlyt ezen a tavaszi ünnepen, a május 1-én, a Városnapján? Én azt hiszem, hogy a legtöbb, amit az ember mostanában adhat a gyereknek, a természet közeli, a testmozgás, nagyon elcsépeltnek hangzik, pedig így van, hogy épp testben, épp lélek. Tehát legyen a gyerekeknek mozgásuk, legyen természet szeretetük, de csak a most már tényleg informatikai szinten nagyon fejlett ifjúság ne csak ezzel találkozzék, hanem emellett egészséges arányban legyen sportra, mozgásra, természetre, és a Jászfényszarónak gyönyörű határát megismerni, az Agyvagáton végig menni, hát gyakorlatilag az egy olyan élmény, és olyan tiszta levegő, olyan a víz közelsége, tehát olyan mikroklímát tud az öreg erdő, a tavak mente, az Agyvagát biztosítani, amiért csak ki kell nyújtani a kezünket, és hogyha kinyújtottuk és észrevettük, beleszippantunk a levegőjébe, akkor tudjuk, hogy Jászfényszaron jó élni. A jubileumot jó időben, igazi sportos hangulatban ünnepelték. A majálist évek óta az épp testben, épp lélek szellemében rendezik meg. A Jászfényszaru 60 közötti kerékpárút átadásakor szerveztek először teljesítménytúrát. Rajt! A 29 kilométeres idei túrára 365 kerékpáros érkezett az ország minden részéből. A kerékpáros világba is elindult már a jászfényszarui túraversenynek a híre, és már tényleg szájra terjed a jó szégér. Minden korosztály szívesen részt vesz a programon. Van egy gyönyörű idő, május 1-e, meg az, hogy jól érezzük magunkat, meg végig bírjunk tekerni. Együtt szoktunk általában járni, kerékpározni, nem csak most, hanem úgy a mindennapokban is, rendszeresen. Hogyan edzettek erre a versenyre? Sem nagyobb biciklitúrákkal, a falu vagy a város egyik végétől a másikig, vagy körbe. Állandó edzésben vagyunk, mi mindenhova kerékpárral megyünk. Részt veszek én is boldogan. Kerékpárosok mellett a motorosok is állandó résztvevői évek óta a fényszarúi majálisnak. Délelőtt a Pető Ádám emlékverseny vonzotta a résztvevőket, délután pedig a látványos motoros felvonulás. Ebben az évben mintegy 200 motoros köszöntötte a város lakóit. A szabadtéri programokat szkanderverseny, vásári hangulat és gyermekjátékok tették teljessé Jászfényszarú jubileumi majálisán. Magazin műsorunk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Országos terepasztalos stratégiai játékverseny Jászfényszarun. Közel 500 versmondó mérette meg magát a 13. Jászfény vers és prózamondó találkozón. 30 éve város Jászfényszaru, az évforduló jegyében sportos majális szerveztek. Köszönöm figyelmüket, a Jászfényszarui hírmagazin májusi adását látták. Műsorunkkal egy hónap múlva jelentkezünk ismét. Összeállításunkat és korábbi adásainkat megtekinthetik az interneten, a jttv.hu oldalon, valamint közösségi felületeinken. Viszontlátásra!